1200 körül a Hartwig legenda szerint első István királyunk kapta második Szilveszter pápától. A Szent Korona történetét ismertette Dobos Gyula, a Tolna megyei levéltár volt főigazgatója, a Szekszárdi Rotary Klub tagja, az Erekje installációjának hivatalos megnyitóján november 2-án. A Szekszárdi Béla király térre felállított építményt az Erdélyi Udvarhelyi Kultúrájáért Egyesület ajánlotta fel kiállításra a Tolnai megyeszékhelynek a helyi Rotary Klubon keresztül. Korábbi elnökünk kitalálta azt a dolgot, hogyha már interneten keresztül találkozzunk, akkor miért ne találkozzunk romániai vagy szerbiai klubokkal. És ekkor kerültünk kapcsolatba a Székely Udvarhelyi Rotary Klubbal, és ők ajánlották fel most legutoljára, amikor volt egy családi napunk Kölesden, és Kölesden ők ott is részt vettek ezen a családi napon, és akkor ajánlották fel, hogy ezt a másik példányt el tudják hozni ide Magyarországra. Az installációt október 28-án állították föl a Béla király téren, így a hosszú hétvégén már sokan megtekinthették a Szent Korona történetét bemutató építményt. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere kiemelte, sok új, érdekes információhoz juthatnak a látogatók. Bízunk benne, hogy a mai napon, hogy nem érkeztek, de későbbiek során az iskolák is történelemórák keretében fel fogják keresni, mert gyakorlatilag a történelemtanárok által történő tárlatvezetéssel a diákok is nagyon sok új ismeretekre tehetnek szert ebbe a kivételes körülményekben. A Szent Korona installáció első változata az elmúlt években már bejárta Magyarország egy részét, azonban akkor Szekszárdra nem jutott el. A második, már tartósabb építmény most egy hónapon keresztül tekinthető meg a Tolnai megyeszékhelyen.